A Covid miatt, ahogy sok mindenki mást, őt is elég negatívan érintette az elmúlt időszak magánéleti, illetve más egyéb dolgok miatt is, de igyekezett pozitívan hozzáállni az élet minden területéhez, így ezt az időszakot több-kevesebb sikerrel, de pozitív látás szemléletmóddal próbálta átvészelni, túlélni, mondta Labonc Sándor, akinek ilyenkor a kerékpár bizonyult jó módszernek arra, hogy tovább gondolja életét és terveit. Sok esetben más célok, illetve távlati gondolatok, megvalósítandó feladatok lebegnek az ember szem előtt. De sok esetben igen, érzi azt az ember, ha például elmegy egy hosszabbat tekerni, hogy hú, ez most jól esett, és akkor egy kicsit felszabadult a lélek és a szellem, és valamint szinten ugye idézőjelesen a test is kellemesen elfárad. A 24 órás versenyre azonban nem nagyon volt ideje felkészülni, de tudta, ott a helye, így tavasszal újra benevezett erre a legnagyobb kihívásra. Nem volt semmilyen jellegű dolog, ugye a magánélet és a munka, ahogy sok mindenki mást is ugye viszi az embert, és ugye nem sok idő jut ilyenkor az edzése sem. A fő cél ugye az volt, mint ahogy a tavalyi évhez mérten is a Hungaroringen a 24 órás kerékpárversenyen elindulni, és ott helytállni. A start előtt azonban az agyát is helyre kell tennie az embernek, hogy egy napig csak a kerekezésre koncentráljon. Labonc Sándor már a versenyt megelőző egy hónapban is úgy edzett, hogy átgondolta, mit hogyan kellene csinálni a pályán. Mindenki máshogy készülik. Én jó magam általában már a verseny megelőző egy hónapban is úgy megyek kiedzeni, hogy akkor általában már átszellemülök, átgondolom, hogy mit, hogy kellene csinálni, ugye az előző évekhez viszonyítva, abból tanulva és okulva, hogy milyen hibákat védhet az ember, és akkor ugye ehhez mérten próbálok úgy átszellemülni, hogy ott adott pillanatban már ne legyenek olyan jellegű problémák, amik ugye meglephetik az embert, hanem akkor ott a helyszínen és abban az adott pillanatban meg tudja oldani, úgy, hogy ez negatívan ne hasson ki a versenyzésére. Hát ott a helyszínen igen, azért valamilyen szinten már az ember szellem meg egy kicsit próbál még inkább rá koncentrálni a versenyzésre. Amikor eldördül a strajtpisztoly, onnastól kezdve viszont, mert ugye nincs megállás, nincs mese, akkor az már egy teljesen más dimenzió. Minden versenyző kap egy karszalagot, és az a karszalag jogosít minket arra, hogy felmehessünk a pályára, rajtunk kívül senki más, illetve hát ugye a rendezők, vagy az orvosok ugye felmetnek a pályára, senki más. Igen, a rajtot megelőzőleg van egy úgynevezett pályabejárási lehetőség, ahol egy vagy két kört mindenki maga dönti el, mi fér bele az energiába és az időbe körbejárja a pályát, és akkor ott már kitapasztalhatja azt, hogy merről fúj a szél, mit, hogy érdemes majd csinálni. Nyilván erre mondjuk 24 óra alatt van ideje, de azért nem állt, hogyha nem felkészületlenül ér ez a dolog. Tehát igen, van rá lehetőség, hogy az ember körbe menjen. Most nyilván, amikor ugye ez megtörtént, nem sokra rá már rajt van, tehát érdemes ezt úgy kalkulálni, hogy akár vehetjük ezt bemelegítő gyakorlatnak is. Én például előtte ugye egy héttel próbáltam kitalálni, hogy mint lenne ez a forgatókönyv, ami alapján én ezt a versenyt szerettem volna megcsinálni. Nyilván itt mindig benne van a spontaneitás, tehát az, hogy alkalmazkodni kell, ugye a szervezet visszajelzésére kell alapozni, és onnastól kezdve mondjuk ez a forgatókönyv borul, ami egyébként nem probléma, csak azért mégis úgy fejben egy kicsit úgy próbál az ember jobban ráhangolódni, hogy mit lehetne ebből kihozni, hogy lehetne még inkább kimaxolni. Most ugye a tavaly évhez viszonyítva, akkor én 1 óra 21 percet álltam, illetve a bicikli annyit állt, ugye azon kívül mindig mozgásban voltam, ezt próbáltam én levinni 1 óra környékére. Most hát ugye ez annyiban valósult meg, hogy 3 perccel sikerült kevesebbet állni a biciklinek, de ugye ezért mondom azt, hogy megvan a haditerv, de az időjárás és sok minden más az befolyásolja. Mondja Labonc Sándor, aki így is első lett a versenyen, de más jó dolog is történt vele idén. Hát igen, nagyon nagy változások következtek be ugye az életemben. Májusban megnősültem, és jelen pillanatban ugye kisbabát várunk, majd decemberi, januári születéssel. Ugye meg kell jegyeznem, hogy ugye a feleségem és a családnak a támogatása az nagyon is
pozitív dolog, amire az ember tud alapozni, és ami olyan jelentőségű dolgot jelent az ember magán életében, amire tényleg tud alapozni.